Kormányhatározat lépett életbe a járások kialakításáról. Ennek létre kell jönnie 2013. január 1-jéig. Azt még nem lehet tudni, hogy hány járás lesz, de a határozat megszabja, hogy a területnek a megyehatárokhoz kell igazodnia, és 30 kilométernél távolabb nem helyezkedhet el a település a járáson belül. Bék János, Szászmár polgármestere kameránknak nyilatkozott a települések jövőbeni összevonásáról, illetve Szászvár költségvetéséről. Ami most a falut és a falu lakosságát érinti, két legfontosabb dolog van, az egyik a költségvetésünk, a másik pedig a jövő. 2013. január 1-től változik a közigazgatási, állami igazgatási és az önkormányzati törvény, és ugye azért ez egy komoly próbatétele lesz minden egyes településnek. Tehát nem mindegy, hogy ebbe a 2013-as évbe most az átmenet évből hogyan megyünk be. És az első számú fontosság az a költségvetés. Ugye a költségvetésünk a tavaly év végén, ugye a Jani azért fölvette a testeti üléseket, bizony rozog állapotba került, mert rengeteg pénzünk elment a rudozó hitelből, amit nem tudtunk visszapótolni, a pályázati önerők, volt speciális áfa befizetési kötelezettségünk, tehát 22 milliós működési hiány jött ki az év végére. Hát az első legfontosabb feladata volt a testületnek és a polgármesternek, hogy ezt eltüntesse. Na most úgy nem lehet eltüntetni, hogy varázsolok, hanem most először beadtunk egy önhely kis pályázatot, illetve kettőt, és a helyi országgyűlési képviselők segítségével és a belügyi minisztérium pozitív hozzáállásával azt, ami a valós működési hiánya volt az önkormányzatnak, mert még nem adtunk be ilyen pályázatot, mióta én polgármester vagyok, 14 éve, ezt méltányolták, elfogadták, és 22 milliós támogatásban részesültünk, tehát a költségvetésünk gyönyörű szépen alakult. Ehhez jött az idei költségvetésnek az egyéb tételei, úgyhogy most úgy alkottunk költségvetési rendeletet, hogy még 7,5 millió forint tartalékot is tudtunk képezni. Nos, ez a tartalék pont arra jó, hogy a startprogrammal kéz a kézben, és a képviselők által benyújtott lakossági igényekkel olyan feladatokat el tudunk végezni, reményem szerint még az árvízvédelmet is, tehát nem az árvízvédelmet, hanem az árvíz megelőzést is, katasztrófa megelőzést is, ebben bízom. És azért azt elmondom, hogy 476 millió 871 ezer a költségvetés bevételi és a kiadási oldala. Ez egy nem kis tétel, és azért megemlíteném a kedves lakók felé, hogy ugye ebbe az évben bevezettük a kommunális adót, ami nem egy népszerű cselekedete a testületnek, se a polgármesternek, sok kérdést is kaptam. Ez 10 milliós plusz bevételt jelent, ami nem a költségvetési luk betöltésére szolgál, mert nincs luk, hanem a település működtetésére fordítjuk ezt a pénzt, tehát sokkal magasabb szinten tudjuk szolgálni a lakosságot. Ebbe például konkrétan olyan új szolgáltatást is bekerül, hogy két alkalommal zöld hulladék elszállítását biztosítjuk. Hát most nem fogják elhinni a kedves nézők, azt a kedves szászfariak, hogy ilyen 50 és 70 traktornyi nyesedéket vittünk le egy depóhelyre, ami képzeljék el, hogy hova került volna, de nyilván vagy elégetik, vagy valóban elviszik a kedves lakók. Január 1-től ugye az önkormányzati törvény úgy változik, hogy előírja a parlament, tehát a törvény, hogy mely települések állíthatnak önálló hivatalt. Az azt jelenti, hogy mely településen lesz polgármesteri hivatal a régi elnevezésében, és mely nem. Na most 2000 fő felett lehet polgármesteri hivatal, tehát lehet önálló egy település, tehát Szászvár erre alkalmas, 2000 alatt nem. És akkor előírja a törvény, hogy akkor társulni kell. Na most ahol lesz polgármesteri hivatal, közös hivatalnak hívják majd a jövőbe, abba kell betársulni, vagy önálló társulást hoznak létre, 7 település hozhat létre ilyet, vagy annál kevesebb, de 2000 főnek lenni kell. Na most ez komoly feszültséget okoz most a mikrotérségbe, ugye mert egy település vagy térségi központ, vagy nem. Tehát az, hogy mi határozza ezt meg, az úgy tudnám összefoglalni, hogy a történelem. Tehát földrajzilag, közlekedésileg, történelmileg, kulturálisan, intézményhálózattal, iparral lesz egy település vagy térségi központ, vagy nem.
Na most itt az okozza a feszültséget, hogy például MÁZ önkormányzata úgy döntött, hogy nem akarja a hivatalt megszüntetni, mert elégedettek is vele, jól is csinálják, de nem, a törvény nem engedi. Tehát társulni kell neki, de nem akar Császárra társulni, hanem ő ott helyben akar egy társulást kialakítani, és bizony a szomszédos települések közül öten ezt kérelmezték is, de a törvény ezt nem fogja nekik szerintem engedni. A Szászvári testületnek és nekem is az a koncepcióm, hogy itt a Völgység-patak menti településeknek, 7 településnek össze kell fogni, egy közös nagy hivatalt kell létrehozni 7 településsel kéz a kézben, az összes település összes lakójának megelégedésére, tehát magas minőségi színvonalon szolgáltatni, magasan működtetett intézményeket szervezni és abba társulni, kevés költséggel és becsületes költség megosztással, ami azt jelenti, hogy lakosság létszámarányba kell a költségeket elosztani, mert most a mai gyakorlat az nem így működik. Tehát Szászvár az elmúlt 3 évben, ennek is köszönhető hiányunknak, a volt hiányunknak egy része, sokkal többet tett be anyagilag, mint amit a szokások alapján be kellett volna tenni, mert a törvény ezt nem szabályozta. 2013-tól viszont ezek a törvények ezek hozzák. Na most, és itt jön az, amire én gondolok, ugye azért van kiöregedés is, van ugye munkahelyváltoztatás, hogy a mindenkori helyi fiataloknak minden településen még az önkormányzat tudjon adni helyet. Tehát önök is elvégeztek komoly iskolákat, és nincs ilyen munkahely. Mit csinálnak? Elmennek a falvakból. Na most az, hogy iskolák megszűntek, azt tudjuk, hogy milyen káros volt. Na most ezzel a 7 település összefogásával kialakuló majdani társulással még erre is lehet erőt fektetni, de közösen kell ezt akarni. Tehát ezt erőből hiába akarja egy Szászvár, a kisebb települések hiába próbálnak erejükön felül nagyokká válni, nem fog menni. És én bízom abban, hogy ez a koncepció, ez előbb-utóbb, ugye június 30-ig kell ezt eldönteni, ez előbb-utóbb, ugye egyeztetünk még, és hogy ez győzni fog, és minden település nyertesen kerül ki ebből. Melyik az a 7 település, akiket szeretnének? Na, köszönöm szépen, azt nem mondtam. Tehát a mikrotérségnek a települései, így vagy amúgy egyébként is össze vagyunk kapcsolódva és társulva, Máza, Szászvár, Vékény, Kárász, Magyaregregy, Szalatnak és Köblény. Ugye Szalatnak Köblény egy kicsit arrébb esik, de minden szempontból, közlekedésbe, hagyományokba, és még egy nagyon fontos van, mind a 7 település Komló járáshoz fog tartozni, és abban az esetben, hogyha társulunk, ugye Komló egy nagy járás lesz, akkor ez a mikrotérség egy Szászvár központtal Komló járással jól össze fog majd tudni dolgozni, ugye már járásoknál lesznek azok a feladatok, amit a lakónak oda be kellene menni. Na most ez jól van szervezve, akkor ezt a lakók vállairól mind le tudjuk menni. Tehát nagyon lényeges, hogy ez a 7 település, amit kérdezett, ugye mindenki Komlóhoz fog tartozni, és hogyha egy közös hivatalt fogunk létrehozni, jól működő helyi dolgozókkal, jól szervezetten, akkor én szerintem a lakosság csak nyerni fog belőle. Bízom abban, hogy a helyi érdekekért, a közös célokért, és nem személyes egzisztenciák mentén hozzuk meg majd ezeket a fontos döntéseket. Tehát itt nem egy település adott polgármesterének az érdeke számít, hanem a lakosság. És a lakosság nem egy település lakossága, hanem ennek a térségnek a lakossága. És úgy fogalmaztam, hogy mikrotérségünk települései azonos földrajzi, közlekedési, gazdasági, kulturális, történelmi környezetben alakultak ki, és központja a történelem során Szászvár lett. Ennek erősítése közös érdekünk, gyengítése pedig mindannyiunk kára lenne, így nem marad más, mint az összefogás, a jó munka, a megértés és a békesség. Nyilván a mázai polgármester, a mázai képviselőtestület nem szeretné, ha a település fogyatkozna bármibe. Tehát ne legyen például a polgármester hivatala. De a közös hivatal miatt még lehet hivatala is. Viszont az érdeke, hogy a lakosságnak az új törvények szerinti kiszolgálása, közigazgatása az magas szintű legyen és elviselhető költséggel.